Az országos könyvtári napokhoz csatlakozott a Makói Biblioteka is. A rendezvénysorozat egyik programja tegnap a környezettudatosság jegyében telt. A fiatalok a könyvtár előtt és az intézmény udvarán is több állomáson keresztül szerezhettek ismeretanyagot a környezetvédelemről. A rendezvény fontosságáról Galamb Katalin, a József Attila Könyvtár és Múzeum igazgatóhelyettese számolt be stábunknak. A programunknak az a célja, hogy az ökológiai lábnyomok torzulása miatt cipőket készítsünk természetesen, csak képletesen. Játékainkkal arra szeretnénk felhívni a résztvevők figyelmét, hogy hogyan tudunk környezettudatos módon élni, hogyan vezessünk háztartást környezettudatos módon, a gyerekek, a fiatalok hogyan tudják megóvni a természetet, hogyan tudják védeni a földet, és ehhez kapcsolódóan különböző játékokban vehetnek részt. Többek között a helyes szelektív hulladékgyűjtésről tanultak a fiatalok, de tudatos vásárlói tesztet is kitöltöttek a nagyobb diákok. A könyvtár udvarán újrahasznosított anyagokból kézműveskedhettek. Itt többek között pólóból táskát készítettek. Ankes Juhász Ildikó óvodapedagógus kiemelte, hogy már a kicsi gyermekeknél fontos a környezettudatos nevelés, amelyre nagy figyelmet fordítanak. Sajnos nagyon nagy bajban van a Föld nevű bolygónk, és mi hamarabb a kicsiket rá kell szoktatni arra, hogy hogyan tudják ők maguk megvédeni a maguk környezetében. Szokták mondani, hogy gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan, és mi a magunk kicsi területén hogy tudjuk megoldani azt, hogy védjük a Földet, amennyire lehet. Az országos könyvtári napok rendezvényei nem értek véget, mivel szombaton ökotúra indul a könyvtár elől, hétfőn Magvakba zárt csodák címmel nyílik kiállítás Dura Elemér műveiből, valamint lesz író-olvasó találkozó Dóka Péter gyermek- és ifjúságíróval. A további programokról részletesen tudnak informálódni a József Attila könyvtár weboldalán.